Érdemes fizetni, akár egy banki tartozás, a közös költség hátralék is levonható a munkabérből, de még a nyugdíjból is. Add a kezed, börtönbüntetésüket letöltő anyák visszailleszkedésének tapasztalatait értékelték egy nyíregyházi konferencián. Bővülő lehetőségek, Magyarországon is elérhető lett az Európai Unió egész területére kiterjedő online vitarendezési fórum. Akár egy banki tartozás, a közös költség hátralék is levonható a munkabérből, de még a nyugdíjból is. Hívja fel a figyelmet a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Országos viszonylatban mintegy 12 milliárd forint kintlévősége van a társasházkezelőknek. Az elmaradás elsősorban a nagyobb városokban jellemző. Nyíregyházán is van olyan társasház, ahol a kintlévőség meghaladja a 8 millió forintot. Világítás, lift használat, egy kevés víz a közös helyiségből. A társasházak lakóinak mindennapos és természetes, hogy a folyosót fűtik, vagy a szemetet elszállítja a szolgáltató. Ezeknek a közüzemi szolgáltatásoknak is van díja, amit minden lakónak illik fizetni. A megyeszékhelyen változó, de általában 4-6 ezer forint a havi közös költség, de sok az elmaradás. Vannak épületeink például, ahol úgy tűnik, hogy néhány valóban sajátos, nehéz helyzeténél fogva nem fizetni nem tudó polgár mellett egy csomóan sportot csinálnak abból, hogy hát ha más nem fizet, és ez következmények nélkül meg lehet úszni, akkor ő sem fizet. Egy épületet emelnék ki név és cím nélkül, a Ferenc körúton egy 10 emeletes házunkban 87 család 8 millió forinttal közös költséggel tartozik. A hátralékot felhalmozó vagy nem fizető családokon behajtható a tartozás. Mi a végrehajtási kérelmeinket komplex módon szoktuk előterjeszteni, élve a jogszabályát a lehetőséggel, és akkor ez jelenti a bármilyen címen szerzett jövedelem 33%-ának a letiltását. Családi problémák, munkahelyváltás miatt rövidebb ideig előfordulhat, hogy nem fizet a lakó, egyébként pedig tapasztalat, hogy a háztartások előbb a banki tartozást rendezik, aztán fizetnek a szolgáltatók felé. Általában a közös költség marad a végére. Évente mintegy 300 bajba jutott vagy anyagi nehézségekkel küzdő családon segít az önkormányzat adósságkezeléssel. Abban az esetben, hogyha az ügyfél vállalja, hogy részletekben vagy egy összegben törleszti az adósságot, akkor ehhez mi támogatást biztosítunk. Első évben, amikor kérelmezi, akkor az önkormányzat fizeti meg a felhalmozott adósságnak a 75%-át, neki pedig a 25%-át kell vállalni. Ezt maga az adós döntheti el, hogy ezt egy összegben teszi, vagy részletekben. Ha egy összegben kifizeti a 25%-ot, akkor természetesen mi is kifizetjük a 75%-ot. Ha részletekben, itt 12 havi részletre van lehetőség, akkor ugye elosztjuk az összeget, és ahogy fizet az ügyfél, annak megfelelően az önkormányzat is teljesít. Ha nem fizeti ki az önrészt az adós, akkor az önkormányzat általi részt is vissza kell térítenie. Akár 200 ezer forint támogatást is nyújthatnak a rászorulóknak. Idén március 1-től pedig a közös költség hátralék ismét bekerül az önkormányzat adósságrendező csomagjába. Nem csak annak büntetés a börtön, aki a rács mögé kerül, hanem az otthon maradt családnak is. Ezt ismerte fel a tiszavasvári Add a kezed Egyesület. 2014 őszén indítottak programot azért, hogy segítsék a szabaduló édesanyákat visszailleszkedni családjukba. 15 anyán segítettek eddig. A program tapasztalatairól pénteken adtak számot a Nyíregyházi Egyetemen. Így indul az a film, amit a programban résztvevő elítéltekről és családjaikról forgattak az Egyesület tagjai. A szervezet a Heves megyei Büntetésvégrehajtási Intézettel közösen indította az akciót. Az EGRI börtön parancsnoka azt mondta, ma már nem elsősorban a büntetés a feladatuk. Nagyon sok emberbe ér az elképzelés, hogy a börtönöknek büntetni kell. A mi felfogásunk szerint a börtön az a hely, ahol a reintegráció meg kell, hogy valósuljon, ahol azokat a problémákat, amik idővel oda vezettek, hogy az egyén börtönbe került, azokat jóvá tegyük a lehetőségekhez mérten. Hát egy picit haragszok rá. És azt elmondod, hogy mi? Hát, hogy ide bekerültünk.
Ez a fiú arról beszélt a filmben, hogy mit gondol börtönbe került édesanyjáról. A szakemberek tapasztalatai szerint legalább olyan nehéz visszailleszkedni a családba a szabadulás után, mint elviselni a börtönéveket. Szerencsére az új büntetésvégrajtási törvénnyel a büntetésvégrajtási pártfogók átkerültek a büntetésvégrajtás alá, és így már egyfajta visszajelzésünk lesz, visszacsatolás, hogy valóban érte valamit az a program, amit az elítéltekkel megvalósítottunk, és mennyi a visszaesésnek az aránya. A programról tartottak ma beszámolót a Nyíregyházi Egyetemen. Kóka Ágnes, az egyesület elnöke azt mondta, sikeres volt a program. Mi már annak is nagyon fogunk azt gondolom örülni, hogyha az anyukáknak egy jelentős része be tud állni újra ebbe a szerepkörbe, ami akkor ott maradt, egy olyan hozzáállással, egy olyan szemlélettel, ami segít neki abban, hogy többet ez a történet, ez a cipő, amivel ő akkor úgy belelépett, az ne történjen meg még egyszer. A filmben megörökítették azt a pillanatot is, amikor az egyik anya visszatér családjához. 15 fogvatartotton segítettek az elmúlt másfél évben. Azt tervezik, hogy hiába ért a program véget, a jövőben is figyelemmel kísérik a családok sorsát. Magyarországon is elérhető lett az Európai Unió egész területére kiterjedő online vitarendezési fórum. A webshopokban történt vásárlások vitásügyeit ezentúl az országon belül, illetve a határon átnyúlóan is rendezhetik a fogyasztók. Az Európai Bizottság létrehozott egy alternatív online vitarendezési fórumot, amely február 15-től már itthon is elérhető. Az ehhez készült weboldalon minden olyan fogyasztó, aki online rendelt árut vagy szolgáltatást, és problémája merült fel a vásárlással kapcsolatban, megoldást kaphat a vitás ügyeire. Egyrészt lehetőség van arra, hogy magyarországi online kereskedővel szemben magyarországi fogyasztó fordul ehhez a vitarendezési lehetőséghez. Másrészt a határon átnyúló vitarendezésre is lehetőség van. Ha országon belüli mindkét fél, akkor a megyei békeltető testületek beregisztrálva vannak ebben a platformra is, így ők azok, akik ebben az ügyben eljárhatnak. Viszont ha a határon átnyúló a jogvita, abban az esetben a budapesti békeltető testület az, aki kizárólagosan hatáskörrel rendelkezik ennek az eldöntésére. Az új vitarendezési platform magyar nyelven is elérhető, hiszen az Európai Unió minden tagállamának nyelve hivatalos nyelv, mondta el az elnök. Hozzátette, az ügyintézés regisztrációhoz kötött, ami várhatóan nem okoz majd gondot az online vásárlóknak. Amennyiben mégsem boldogulna, abban az esetben minden országban van egy nemzeti kapcsolattartó pont, amelyet online és telefonon is el tud érni, tehát itt tud segítséget kérni magához a honlapnak a használatához, illetve arra vonatkozóan, hogy az ő panasza egyáltalán a hatáskörébe tartozik ennek a vitarendezési platformnak. Korábban az országon belüli online vásárlások a megyei békeltető testületekhez tartoztak, a határon túli vitarendezést az Európai Fogyasztóvédelmi Központ végezte. A vagyonnyilatkozatok jelenlegi rendszere nem megfelelő a Jobbik álláspontja szerint. A politikusoknak a hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra kellene hozniuk, mondta el Gyüre Csaba, országgyűlési képviselő a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Szankciót kellene alkalmazni azokban az esetekben, amikor az országgyűlési képviselők eltitkolják a jövedelmüket. Látjuk azt nem egy esetben, hogy 500 ezeres vagy azt meghaladó jövedelmek kerülnek úgymond kifelejtésre a vagyonnyilatkozatból. Ennek gyakorlatilag semmi szankciója nincs, ezt utólag kijavítják. Ez megint annak ad lehetőséget, hogy a képviselők eltitkolják a vagyonukat. Ezen kívül olyan mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy minden politikus egy ciklus végén vagyonosodási vizsgálaton menjen keresztül, és nem csak ő, hanem a családtagjai is, mert ebben az esetben lehetne látni, hogy valóban törvényes ez a vagyongyarapodása vagy sem, és hogyha a bevételeit meghaladó mértékben növekedett a vagyona, minden ilyen esetben pedig vagyonelkobzást kellene az esetükben alkalmazni. Kigyulladt egy 120 négyzetméteres családi ház és a vele egybeépített 50 négyzetméteres melléképület Fehérgyarmaton. A tüzet egy szolgálaton kívüli rendőr vette észre, aki segített kimenekülni a házban tartózkodó idős házaspárnak és 4 éves unokájuknak.
A Máté Szalkai és Fejérgyarmati hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat, majd egy heggesztéshez használatos gázpalackot és egy oxigénpalackot hoztak ki az épületből. Személyi sérülés nem történt. A tűzoltók a palackokat visszahűtötték, majd mesterlövészek hatástalanították azokat. Az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a járóbetegek száma a Józsa András Oktatókórház hematológiai osztályán. Tavaly már mintegy 9000 ambuláns beteget kezeltek az egyik új modern kórházi tömbben. A hematológia az úgynevezett vérképző rendszeri betegségekkel foglalkozik, többek között heveny fehérvérűséggel, véralvadással, vérszegénységgel. A hematológiai ellátás már az 1980-as években elérhető volt Nyíregyházán, az elmúlt évtizedekben pedig folyamatos volt az ágazat fejlődése a megyeszékhelyen. A szakrendelések és a hematológiai osztály tavaly óta már az egyik új kórházi tömbépületben érhető el. A betegszám emelkedett, a fekvőbetegszám mérsékelten már körülbelül 1000 fekvőbeteget látunk el évente, ennél jóval jelentősebb volt az ambulancia forgalmának, tehát járóbetegellátásnak az emelkedése. Utóbbi 10 évben több mint háromszorosára emelkedett, most már évente 9000 beteget kell ellátnunk a járóbeteg szakrendelésünkön. Az ágazati szakemberek azt mondják, a beteg létszám emelkedése nem súlyosbodást jelent, hanem azt, hogy az érintetteknél hamarabb diagnosztizálják a betegséget. A Nyíregyházi Hematológia Osztályon a onkohematológia teljes spektrumában szenvedő betegeket kezelni tudjuk. Ezek közül talán kiemelkedően is fontos a heveny leukémiában, heveny fehérvérűségben szenvedő betegeknek a kezelése. Őket azért szeretném kiemelni, mert az egyik legrettegettebb betegség, amitől úgy általában a legtöbben tartanak, félnek, és valóban egy nagyon súlyos betegség, a kezelése nagyon jó infrastruktúrát, egy komplex orvosi gondolkozást igényel, és hát örömmel mondhatom, hogy a Nyíregyházi Kórházban ezek a lehetőségek adva vannak. A hematológia további fejlődését segíti, ha a belgyógyászok és házi orvosok többet tudnak az ellátásokról, különböző betegségekről. Ezért is tartottak most továbbképzést nekik a Nyíregyházi Kórházban. Lezárult a Kródi Vigadó 25 éves kálváriája, miután egy helyi vállalkozó, Révész Bálint egyik cége megvásárolta Sóstó gyógyfürdő legemblematikusabb épületét. Ezt Kovács Ferenc polgármester mondta el nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a Vigadó a felújítást követően eredeti funkciójában működik majd tovább. A Krúdi szálló 1911-ben eklektikus stílusban épült, később Krúdi szálloda, majd Krúdi Vigadó néven működött, több tulajdonos és fenntartó is kezelte az épületet. 2007 óta a szálló zárva tart, csak átmeneti időszakokban üzemelt a Vigadó rész. Lezárjuk ezt a méltatlan 25 évet, és kezdődik egy pozitív korszak, és egy olyan helyi vállalkozó veszi meg, aki folyamatosan itt fektet be Nyíregyházán. Jellemző rá az igényesség, tehát egy színvonalas felújítás következik, és az eredeti funkciójában méltó körülmények közt működik majd a Krúdi Vigadó. A polgármester hozzátette, a város minden támogatást megad a fejlesztések kivitelezéséhez, és tervezik a közterület átépítését is Sóstó központjában a Vigadó körül. Révész Bálint, a vásárló cégcsoport tulajdonosa elmondta, megközelítőleg 500 millió forintos beruházást terveznek az egykori szálló felújítására. Az eredeti állapotban, hogy működjön a szállodarés és meg a Vigadó része is, és igazából véve teljes olyan minőséget akarok, ami hosszú távú csúcsminőség, és ilyen kalkulálva egy ilyen 500 milliós nagyságrend, amit rá kell költeni. A tervek szerint a megújult Krúdi Vigadó 2017 nyarától várja majd a vendégeket. 30 település, több mint 300 diákja vett részt ma a Vécsei Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési versenyen. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Az Éllovas a Sereghajtót fogadja a labdarúgó MB3 20. fordulójában. A keleti csoport tabellájának első helyén álló Nyíregyháza Spartacus szombaton a Nyírbátor ellen lép pályára. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Városi Stadionban. Harmadik alkalommal díjazta a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága a sportág legjobbjait. Elmúlt évi teljesítményük alapján 12-en vehettek át elismerést.
30 település több mint 300 diákja vett részt ma a Vécsei Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési versenyen. A nyíregyházi megmérettetést immár 18. alkalommal rendezték meg. A versengő fiatalokat az ének és táncművészet ismert, valamint elismert képviselői zsűrizték. Többek között Majorosi Marianna, Kossuth Díjas művész, a Csíkzenekar énekese. Élő zenére ropták a fiatal táncosok a Vécsei Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési versenyen. A megmérettetés kísérő zenekara a Szikes volt, a zenészek már kora délelőttől biztosították a talpalávalót. Nagyon sok iskola nevezett már az elmúlt években is, ebben az évben is körülbelül 30 településnek 34 művészeti iskolája van itt most jelen ezen a napon, és az összesen egy olyan 300-320 táncost és népdalost jelent, illetve hát az őket kísérőket, úgyhogy több száz embert fogadunk most itt a Vécsei Károly Általános Iskolában, nagy örömünkre. Az oktatási intézmény valamennyi termében fonott, szalagos hajú lányok és kalapos fiúk vártak a különböző versenyszámokra. A megmérettetésen nem csak néptáncosok, hanem népdalénekesek is megmutatták tudásukat. Hagyatházról jöttünk, Földi János Általános Iskola. Én éneklünk a fiúkkal, tizen jöttünk, és 6 éneket fogunk előadni. A szervezők arra is figyeltek, hogy az ének és táncművészet ismert, valamint elismert képviselői zsűrizzenek a versenyen. Ami nekem fontos, az mindig az, hogy a gyerekek autentikus népdalokat énekeljenek, tehát ebben azt hiszem, hogy a pedagógusok, akik felkészítik őket, azok már nagyon otthon vannak, és valóban szép népdalokat tudnak válogatni. Amire én szoktam figyelni, hogy a gyerek élvezze az, amit csinál. A rendezvény szervezői a hagyományok továbbélésének fontosságát emelték ki. A verseny fő célja, hogy a népművészetnek minél több fiatal örököse legyen. Az Éllovas a Sereghajtót fogadja a labdarúgó MB3 20. fordulójában. A keleti csoport tabellájának első helyén álló Nyíregyháza Spartakusz a Nyírbártól ellen lép pályára. A mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadionban. Két mérkőzés, két győzelem, ez a Nyíregyháza Spartakusz tavaszi bajnoki mérlege. Mátyus János együttese eddig hozta a kötelezőt, a Debrecen 2 ellen 2-1-re, az Újpest 2 ellen 2-0-ra nyertek pöröskeiék. Két felemás mérkőzést játszottunk, Debrecenben gyengén kezdtünk, fel tudtunk állni 0-1-ről, ez nagy fegyvertény volt. Itthon az első föld az kimondottan jó volt, sok lehetőségünk volt, a másodikból picit talán visszavettünk, de a győzelmünk nem fogott veszélyben, a két eredmény maximálisan elégedett vagyok. A Nyírbátor eddigi két meccsén egy pontot szerzett, az első tavaszi fordulóban 60-ban 1-0-ra kaptak ki Ambruszék, legutóbb pedig hazai pályán a Debrecen 2-vel játszott 4-4-es döntetlen a Sereghajtó. Nem mindennapi meccs volt, már azzal kezdődött, hogy a pályatalaj is igen mély volt, tehát már számítottunk rá, hogy nem fog kialakulni folyamatos játék, és nyilván hideg zuhanyként ért minket, hogy az első 8 percben kaptunk 2 gólt, utána még ráadásul a játékos edzőnk is megsérült, ami sajátos helyzetet eredményezett, hiszen a csapatot nem volt, aki hirtelen irányítsa, de úgy gondolom, hogy ezeket a körülményeket figyelembe véve nem lehetünk elégedetlenek az egy ponttal. A két megyebeli csapat szombaton egymással játszik, és a tabellán elfoglalt helyezésük alapján a Sparia mérkőzés torony magas esélyese. Jól tudom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében óriási presztízsel bír az a mostani találkozó. Rengeteg volt Spari játékos játszik most Nyírbátorban. Extra motivációval fognak pályára lépni, azt ígéretem, hogy mi sem leszünk kevésbé motiváltak. Sok nézőre, jó hangulatra számítok, és játékban is kell fejlődnünk. Eredménynek hasonlóak lenne az első két meccsen. A nyírbátoriak az esélytelenek nyugalmával léphetnek pályára a Városi Stadionban. Én azt mondtam a játékosoknak, hogy ez az utolsó olyan meccs, ahol nincsen semmilyen elvárás a csapattal szembe. Mindenki játszon felszabadultan és mutassa meg azt, amit tud, és meglátjuk, hogy milyen eredmény lesz, amit el tudunk érni. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mindenképpen meg kell kezdenünk a pontoknak a megszerzését. Nyilván szeretnénk már hétvégén is, de semmilyen elvárás nincs a csapattal szemben, hiszen a két játékos állomány nem hiszem, hogy egy mércével mérhető. A Nyíregyháza Spartakusz Nyírbátor mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik. A további párosítás a következő: Kazincbarcika Cegléd, 60 Tiszaújváros, Rákosmente Felsőtárkány, Reac Tája, Diósgyőr 2 Putnok, Debrecen 2 Jászberény és Cigánd Újpest 2.
Harmadik alkalommal díjazta a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága a sportág legjobbjait. Elmúlt évi teljesítményük alapján 12-en vehettek át elismerést. Játékosok, edzők, sportvezetők vettek részt azon a rendezvényen, amelyen a tavaszi szezon kezdete előtt az MLS megyei igazgatósága díjazta a 2015-ös esztendő legjobbjait. Ezúttal 12-en vehettek át elismerést. A labdarúgás ugye a legtöbb csapatot felvonultató sportág, több mint 150 csapatunk van, hogy az utánpótlás együtteseket is beleszámítjuk, és nagyon sokat dolgoznak az ott lévő csapatvezetők, edzők, játékosok egész évben, és mi úgy gondoltuk, hogy megérdemlik azt, hogy a legjobbak közül is kiemeljük mindig egyet-egyet, és díjazzuk az erőfeszítésüket egy-egy ilyen ünnepséggel, illetve egy-egy jelképes, de szép ajándékkal. Az elmúlt év legjobb labdarúgójának a tavasszal Kemecsén, ősszel pedig már Sényin szereplő Orosz Mátét választották meg a szakemberek. Nyilván ez egyéni elismerést jelent, de ez sok mindenkit tükröz, sok edzőmet, sok csapattársamat, vezetőket, akik megadták a bizalmat és segítették a pályafutásomat. Mivel a hétvégén rajtol a megyei futballszezon, a díjazottak szombattól már a pályán vagy a pálya mellett küzdhetnek az újabb elismerésekért. Európa bajnok lett Agárdi Vilmos, a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzője. Veres Andrea tanítványa a győri sportlövő Európa bajnokságon a junior légpisztolyosok 10 méteres vegyespáros versenyszámában a keszthelyi Major Veronika társaságában állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Akár egy banki tartozás, a közös költség hátralék is levonható a munkabérből, de még a nyugdíjból is. Hívja fel a figyelmet a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete. Országos viszonylatban mintegy 12 milliárd forint kintlévősége van a társasházkezelőknek. Az elmaradás elsősorban a nagyobb városokban jellemző. Nyíregyházán is van olyan társasház, ahol a kintlévőség meghaladja 8 millió forintot. Nem csak annak büntetés a börtön, aki a rács mögé kerül, hanem az otthon maradt családnak is. Ezt ismerte fel a tiszavasvári Adda Kezed Egyesület. 2014 őszén indítottak programot azért, hogy segítsék a szabaduló édesanyákat visszailleszkedni családjukba. 15 anyán segítettek eddig. A program tapasztalatairól pénteken adtak számot a Nyíregyházi Egyetemen. Magyarországon is elérhető lett az Európai Unió egész területére kiterjedő online vitarendezési fórum. A webshopokban történt vásárlások vitásügyeit ezen túl az országon belül, illetve a határon átnyúlóan is rendezhetik a fogyasztók. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken, friss hírekkel hétfő este is várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A földközi tenger nyugati medencéjében egy újabb ciklon alakul ki, amelynek egyelőre csak közvetett hatása lesz időjárásunkra, azaz áramlási rendszerében a hétvégén váltakozó nedvességtartalmú, egyre enyhébb levegő érkezik térségünk fölé. Éjjel csökken a felhőzet, kiderül az ég, az északi szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. A megnövekvő fátyol felhőzet mellett gyenge napsütés várható, majd késő délutántól megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, csapadék nem lesz. A keleti szél helyenként megélénkül, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton melegfronti hatás kezdődik térségünkben. Vasárnap sok lesz felettünk a felhő, de napközben nem kell csapadékra számítani. A következő napokban csupán rövid időszakokra süt ki a nap. A gyakran megnövekvő felhőzetből hétfőn több felé elered az eső, záporeső. Kedtől szorványosan, csütörtöktől ismét több felé számítani lehet esőre, záporra. Helyenként havas eső, hózápor is kialakulhat. A jövő hét elején fagymentesek lesznek a hajnalok, a maximum hőmérséklet vasárnap és hétfőn a sok évi átlagnál jóval magasabban, 10 fok fölött alakul, majd gyengül a nappali felmelegedés.